magyarságokat. A tudomány hónapját minden év novemberében ünneplik. A Wignerben a tudomány magyar sikerein kívül az intézmény névadójára és munkásságára is emlékeztek. Busák István igazgató ünnepi beszédében Wigner Jenő példaértékű életére, a hazaszeretetre, az alkotás fontosságára és az alapok elsajátítására hívta fel a figyelmet. A tudományt a gyerekekhez eljuttatni a Wigner Jenő életéből is azt szűrtük le, hogy a középiskola az egyik legfontosabb, az alap. Mindehhez a tudomány hónapja ugye minden évben más és más fő témát tűz ki. Ma, amikor azt mondtuk, hogy a oknyomozó tudomány hónapja, ez nagyon jó kapcsolódott Wigner Jenő élete, aki az alkalmazott tudomány kiemelkedő alakja volt. Az ünnepi műsorban Szűcs Zoltán az iskola egyik tanulója tartott beszédet Wigner Jenő életéről és munkásságáról. Egyrészt iskolánk névadója, másrészt egy kiemelkedő Nobel-díjas fizikus, és ráadásul magyar származású is. Az ünnepség után megkoszorúzták a magyar Nobel-díjasok szobrait, többek között Wigner Jenőjét is.